A köszöntések sorát most Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úr folytatja. Főtiszteletű elnök Puspak úr, országos főfelügyelő úr, tisztelt egyházi és világi vezetők, tisztelt hölgyeim és uraim! A Budapest Fasori Evangélikus Gimnázium újraindításának 30. évfordulója alkalmából gyűltünk össze, és én arra kaptam felkérést, hogy ez alkalomból köszöntőt tartsak. Hálás köszönet ezért a felkérésért. Adódik a párhuzam, hogy ez a mai esemény éppenséggel szinte egybeesik a berlini fal összeomlásának 30. évfordulójával, és politikai értelemben össze is függ azzal, hiszen az 1823-ban létesített és a II. Világháború után működésében megakadályozott iskola újraindítását a kommunizmus európai bukása tette lehetővé. Ez volt az ok, amiért az egyház visszakaphatta az épületet, és újraindíthatta az egykor nagy hírű, a magyar tudománynak számos kiemelkedő egyéniséget adó iskolát. Ahogy 1945 után az egyházi iskolák államosítása, úgy ez a fordulat is egy nagy oktatáspolitika irányváltást fémjelzett, az esemény a magyar oktatás történetnek egy fontos mérföldköve. Ezzel vette kezdetét a szabaddá váló Magyarországon az egyházi oktatási rendszer újjáépítése, mely folyamat napjainkig is tart. Hogy hol tartunk most? Ma a gimnáziumi feladatellátás terén az állami, egyházi és magánintézmények aránya, ha az intézmények számát vizsgáljuk, akkor állami az intézmények 36%-a, egyházi a 26%-a és a magánintézmények aránya 36%-os. A tanulók aránya egy kicsit azért más, az állami intézményekben jár 65%-uk, 26%-uk egyházi, 8%-uk pedig magángimnáziumok tanulója. Ez egy nagyon színes oktatási rendszer, melyet a kritikusai persze nem mindig így látnak, és sokszor megkapjuk a homogenizálásnak a vágyát, de ezt ne higgyük el. Hiszem, hogy jó döntés volt annak idején, hogy a lakosság és a szülők igényeinek megfelelően az egyházi intézményrendszer felállítását lehetővé tevő döntések születtek. Az, hogy a polgári kormány ezt támogatta és támogatja, sosem volt kérdéses. Ennek pedig az az oka, hogy hisszük, a mai globalista világban ezek az intézmények a szakmai teljesítmény terén képesek az állami intézményekkel összehasonlítható, sok esetben jobb eredmények elérésére, az erkölcsi, szellemi és a nemzeti nevelés talaján pedig vitathatatlanul erősebb talajon állnak. És ma, a mai világban, akkor jól tudjuk, mennyi kihívás éri a fiatalokat, világnézetüket, ez legalább olyan fontos, mint a PISA eredményesség, ha nem fontosabb. Hiszem, hogy fontosabb. Hiszem, hogy a Budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium egykori alapítói és újraindítói is büszkék lehetnek az elért eredményekre, ezek gyarapításához kívánok az intézmény vezetőinek és kollégáinak kitartást, jó munkát, elkötelezettséget és persze jó Isten áldását. Köszönöm. Köszönöm.